Minden évben összegyűlnek a vadászok egy rendezvény keretében, ahol köszöntik egymást és felelevenítik közös sikereiket, történeteiket. A Kocsolai Dán Vadásztársaság vagyunk, és minden évben azért egy trófeaszemlét csinálunk itten a dalmadi telepünkön, egy kicsit, hogy megmutassuk az eredményeinket. Egyrészt ez a, azt mondanám, hogy 16 év vadgazdálkodási munkánkat, mert 16 éve vadgazdálkodunk itt már, ha jól mondom, ezen a területen. És hát itt az eredmény az magáért beszél, tehát én azt mondom mindig, hogy érdemes foglalkozni a vaddal, és tehát nem az a cél, hogy minden áron elejteni a vadat, hanem először is hogy megélik azt a kort, amiben golyóérettek legyenek, és hát az itten most ez az eredmény is magáért beszél. És ezért itt az egész, nem vagyunk sokan a vadásztársaságban, 3600 hektáron gazdálkodunk a vadásztársaság, és 11 vadász van a társaságban, és itt látszik az eredmény. A 400 hektár területen inkább dámszarvasok élnek többségében. A kiállított darabok között egyedi is található, hiszen 8 kg súllyal országos átlag felett van a trófea. A vadászat szépségeiről is szót ejtett Gyenei Ferenc. Ugye mivel a vadásztársaságnak a fő vadfaja a dám, ezért tulajdonképpen a dám szarvasra és a dám állománynak a trófeáit mutatjuk be elsődlegesen, de természetesen vannak itt gím trófeák is. Minden évben az volt a célunk, hogy a környező vadgazdálkodókat is meghívjuk ide, és mindenki megkapja a meghívást erre a trófea szemlére, a környező vadászatra jogosultak is. Illetve egy picit próbáljuk egyébként a környezetünket is talán belevonni ebbe, hogy a vadászatnak meglássák néha a szépségét is, és ne csak azt találjuk meg benne, hogy tulajdonképpen miért is nem kellene vadászni. Megpróbáljuk megadni azt a tiszteletet ennek a vadnak, hogy a mi kis szórakozásunkért tulajdonképpen az életét is áldozta. Úgyhogy ez a trófeaszemle van itt, ezt a trófeaszemlét mutatjuk itt be. Megpróbáljuk olyan környezetben megtenni, ami tényleg méltó arra, hogy ezeket a csodálatos állatokat vagy azoknak a trófeát bemutassuk. Kocsolai Dán Vadásztársaság 4000 hektáron gazdálkodik. Ez ugye igazából vadgazdálkodási szempontból vagy vadászati léptékkel nem egy nagy terület, hiszen az állatok mozgás körzete vagy mozgás területe, amit bejár egy-egy dámszarvas, ez lesz sokkal nagyobb. Úgyhogy mi úgy tudunk gazdálkodni ezzel a állatlétszámmal vagy ezzel a populációval, ami nálunk van, hogy nagyjából próbáljuk meg olyan élőhelyet teremteni neki, ahol szeret ő lenni. És akkor így van egy úgynevezett általunk becsült populációs létszám, ami óriási ingadozásokat mutat egyébként a vegetációs időszakban. Mi azt mondjuk, hogy nálunk körülbelül jelen állapot szerint egy ilyen 200-250-es populációja él a dámnak, a gímszarvasnak pedig elenyésző éppen ilyen 10-20, és még hogyha a fővadra még gondolunk az őzre magára, akkor az őzből is egy ilyen 100-150-es populáció, ami ezen a területen úgy nagyjából éves átlagban megfordul, hogy itt van. A vadászok fontos tevékenységet látnak el a vadállomány fenntartásában. Az eseményhez a szép idő is hozzájárult, a rendezvényt vadételekből készült ebéddel zárták.